Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Először is mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket szeretnék kívánni. Remélem, hogy jól telik a karácsonyotok, jól fog telni a karácsonyotok. Meg szeretném köszönni mindenkinek a jó kívánságokat, amit írtatok ugye kommentbe. Nagyon szépen köszönjük. Itt van a Davis is! Tehát, nyuszi! Nézd oda, mi van a kezét! A karácsonyfáról levette azt a dekorációt, látod? Az nem a labda. Hoppá, azt készítette a Lucas még az óvodában, látod, rajta is van a neve. Te itt dobott meg. Amúgy kint nálunk, nem süt sorra szépen a nap, ugyanis egy kicsit felhős az idő. Nem mondott esőt, de ilyen felhős időt mondott mára. Amúgy jelenleg hány óra van nálunk? 2 óra 40 perc van, a Davis nem érig ébredt fel, épp hogy csak meg fog nem zanyozni, hanem ebédelni. Aztán én, a feleségem és a Davis elmegyünk ide a közeli boltba, ugyanis még kell venni egy kis apróságot a Lucasnek karácsonyra. A Lucas jelenleg nincs itt, ugyanis a szüleimnél van, átment, mikor ment el? Tehát este, és majd jön haza ma délután. De még mielőtt elmegyünk és eszünk, a timeline-tot innét eltesszük, mert valaki mindig el akarja venni. Ugye, nyuszi? Ja, üljél le, mert le fogsz esni. Oda, üljél le. Jó? Sorsolni fogunk. Ugye múltkor kérdeztem tőletek, hogy a Kihívás című filmben, ami majd szerdán fog jönni a YouTube-on, ugye akkor fogom megosztani veletek. A nyereményjátékban, itt volt egy ilyen kisebb olyan. A nyereményjátékban kérdeztem tőletek, hogy mennyi időnk van a kihívásokat megcsinálni, és mindenki helyesen tudott válaszolni. 48 óránk, azaz 2 napunk lesz erre az egészre. És be fogom tölteni most a videót. Ki fog egy valakit választani, de valamis nem én, hanem majd ugye ilyen véletlen szerűen az a program kiválasztja a YouTube kommentek közül a szerencsés nyertest. El fogom küldeni az ajándékot, ezt a kulcstartót. Várj, nem tudom, ugyanis itt van a kulcstartó valahobán. Látod? Itt van ez a kulcstartó. Ez a kulcstartó, ami nem más van, mint ez a bombar. Nem tudom, hogy láttatok-e már ilyen állatot, vagy nem, de nálunk van ilyen állat. Látod? Vagy lehet, hogy egyszer élőben is filmezek nektek legyet. Küldök egy képes lapot is. Elküldöm ebbe az évbe, bár ebbe az évben biztos nem fogjátok megkapni, vagyis nem fogja egy szerencsés nyertes megkapni, hanem majd 2017-ben. Bemúlt a hírek, vagy a posta, az ausztrál posta legalábbis egy kicsikét lassú, minálunk ugye az ünnepek miatt, de előbb-utóbb meg fogja a szerencsés nyertes kapni, úgyhogy nyitom a gépemet, ezt kiveszem a timeline-tól a zsebemből, nagy véletlenül rájújják is eltűnik, és nem fogunk tudni semmit nézni a tévében karácsonykor. Ide eltasztjuk a titkos helyre, Davis nem látta, és várjál, töltöm a videót, és sorsolunk. Tölti a kommentet, látod, nagyon sok kommentet kaptam. Ezt be fogja tölteni körülbelül 1 perc, 2 perc talán, és húzunk! Tehát, mutatom, a szerencsés nyertes nem más, mint... Vanessia Timár, remélem jól mondtam a nevedet, 48 órát kell minél több kívást teljesíteni, nagyon várom a filmet! Gratulálni szeretnék neked! Arra kérlek meg téged, hogy nem e-mailben, hanem YouTube üzenetben írjad meg a címedet, hogy hova küldhetem az ajándékot. A héten, mi van ma? Nem a héten. Jövő héten küldöm, ugyanis ugye most karácsony lesz, szombat, vasárnap, hétfő, de jövő héten valószínűleg, hogy kedden vagy szerdán feladom és meg fogod kapni. Még egyszer gratulálni szeretnék, aztán amúgy nem kell elkeseredni, ugyanis mondtam nektek, hogy a valami 5 indul január közepétől valószínű. Most már felvettünk, lefilmeztünk a Lucas-szel egy pár részt, még nincsenek megszerkesztve, de meg fogom szerkeszteni, még mindig filmezünk, és majdnem mindegyik eddig, hányat vettem fel? 4 részt vettem fel. 4 vagy 5 részt, ugyanis az egyiket nem sikerült rendesen befejezni, ugyanis valami közbe jött, de na minden. Amit akartam mondani, a valami 5-ben lesz nyereményjáték, ugye ahogy mondtam, minden héten egy darab valami 5-ből egy részt meg fogunk osztani ugye abból a sorozatból, és minden egyes részben lesz nyereményjáték, tehát minden héten lesz nyereményjáték végül is. Minden szombaton, vasárnap pedig sorsolunk már mindegy héttel később, ugye. Na minden, ma meglátjátok, hogy sok jót kitaláltam, újdonságot jövőre, remélem, hogy majd tetszeni fog, de lesz nyereményjáték hetente egy ezentúl, legalábbis nem ezentúl, de majd január közepétől, amint indul a valami jött, várjál, nézd oda, szöszmösz, látod, jön onnét a szőnyegből, minden egyes alkalommal, minden nap jön ki belőle a szöszmösz, és ó, te, egy kicsit idegesítő. Úgyhogy elköltözünk, és kell új szőnyeg, ilyen szőnyeget még egyszer ilyen szöszmötöset nem veszünk, az biztos, maradunk a simánál, annál a simánál. Annál a sima, simánál. Na mindjárt.
Mutatom, mit fog ebédelni a Davidson, amit én is rettentően szeretek, ilyen kis virslit, látod? Én szeretem ezt a virslit, a Davis is nagyon szereti. Szeretem azt a rendes virslit és azt a hosszúkásat, de ezeket ugye csak így megeszed, így simán is meg tudom enni. Tehát nem kenyérrel, nem mustárral volt ketchuppal, csak simán így. Én szeretem. Amúgy ilyen koktél virslinek hívják, lehet, hogy van nálatok is, biztos, hogy van nálatok is, nem tudom. A másik virslit, amúgy nem tudom csak így simán megenni, az csak szósszal tudom megenni, meg kenyérrel, de ezt nem tudom. Na milyen, ugye ezt most megesszük, legalábbis én egyet, viszem a Davisnek, és utána elindulunk, valószínűleg gyalog fogunk menni, ugyanis még mindig nagyon sok ember van itt a bevásárló, nem csak itt, mindegyiknél. Elkészültünk, indulunk, már előtt is indultunk, itt vagyunk a kapunál, mutatom. Látod, kimegyünk, és ahogy néztem, képzeld el, hogy kezd felerősödni, te. Én nagyon remélem, hogy nem fog megeredni az eső. Na várja. A feleségem kinyitotta a kaput, próbálom tolni a babakocsit. Onnét kezdenek jönni ezek a felhők, amúgy csak ide menjünk ugye szembe a bevásárlóba, úgyhogy talán szerencsénk lesz, és nem fogunk megázni, bár lehet, hogy nem is erre jönnek amúgy. Oda néz, tiszta fekete arra felé. Megérkeztünk, onnan néz, látod, mindig jönnek az autók, mennek, azért kezdtünk el gyalogolni, mert tudtuk, hogy nem lesz itt úgyse hely. Amúgy ott lakunk ott lakunk a túloldalt, végülis olyan sokat nem kell gyalogolni, csak ide át erre a részre. Úgyhogy most itt bemegyünk jobbra, aztán valamit nézzünk a Lukesznek, hogy mit azt ugye nem árulhatom el, mert átlátja a videót. Hozzáérkeztünk, elég gyorsak voltunk, bár mi nem voltunk gyorsak, csak nektek volt gyors, bent nem filmeztem semmit. Én mondtam, hogy nem akarom, hogy véletlenül a Lukasz meglássa, hogy mit vettünk, bár szerintem gondolja, de nem tudja, nem biztos, hogy bennem, hogy éppen ivott telefonon kérdezte, hogy de ti megvetted a... Ugye megvettük neki, amit akart, mondtam, hogy meglátod holnap. Ja, Davis itten sétál mellettem. Mi a helyzet, Missy, mi? Hogy bírod? Az eső még mindig nem eredt meg, csak fel, és oda néz. Beverte a lábát a Davis, elesett. Amúgy nincsen semmi baj. Mi csinálsz? Azt nem húzogatjuk. Gyere, menjünk. Ne, gyere, az az öntöző, gyere. Úgyhogy most elmegyünk haza, és nem sokára jön a Lukasz haza, amúgy hozzák majd a szüleim. Fogjad a kezemet, aztán közben a Davis meguzsonnázik. Na várjál. Mi a bajusz? Mutasd. Milyen lett? Hm? Milyen? Na, muti. Lejött a bőr. Egy picikét, látod? Jó, gyere, felveszlek. Felérkeztünk, te! Én azt hittem, hogy elüsszem egyet a Mazdát, vagy valamerre délután, nem úgy néz ki. Ahogy mondtam, jönnek ezek a felhők, és amúgy múltkor még mindig valaki kérdezte, nem még mindig, de múltkor megint kérdezte valaki, a Mazda látott már esőt? Esőt lehet, hogy látott messziről, de esőben én nem mentem. Egy nagyon picit ugye csöpögött, úgy mentem vele, de első még sosem. Ugye most megvan több mint egy éve. Ugye nagyon vigyázok a Mazdára, de holnap reggel állítólag jó idő lesz, úgyhogy kiviszem egyet. Holnap, ugye karácsony lesz, ugyanis mi van ma? Péntek van, ma holnap lesz, szenteste lesz holnap. És majd fogok filmezni, ugyanis átmegyünk a szüleimhez, minden évben átmegyünk a szüleimhez, ott fogok filmezni. Ugyanis 4 óra körül átmegyünk, és vacsora lesz. Ilyen korai vacsora ugye a Davis miatt, mert a Davis előbb megy aludni. És ott kibontják a gyerekek az ajándékot, ő náluk, aztán hazajövünk, és itthon mi nálunk kibontják a mi ajándékainkat. Mármint a Lukasz meg a Davis. Aztán vasárnap a szüleim jönnek át mi hozzánk, meg ugye az öcsém, ebédre, és na minden, amit akartam mondani, hogy valaki kérdezte, hogy mi lesz az ebéd. Holnap szenteste mi nálunk az ebéd, nem mi nálunk a szüleimnél, anyukám nem más készít, mint mindig ugyanazt készíti, ugyanis azt szoktuk mindig enni. Holat, ilyen szálkamentes halat, sülkrumplival, vagy rizibizivel, salátával, meg levest szoktunk enni. Amit akartam veletek kérdezni, nálatok mi az ebéd, vacsora? Vacsora, inkább vacsora, meg mindenki ugye vacsorát eszik, lehet ilyen korai vacsorát, vagy késő vacsorát. Nem tudom, mi a karácsonyi vacsora, vagy a karácsonyi ebéd, ha mondjuk ebédet esztek. Mindenki ugyanolyat eszik, általában ilyen megszokott ételt, ugye halat, vagy pulykát. Azt hiszem, hogy ezt szoktak enni, még pulykát szoktak ugye enni. Ide a videó alá írjátok meg, mi lesz nálatok a karácsonyi ebéd vagy vacsora? Aztán, amit még akartam mondani, várjál, emlék ide hátra, ugyanis a Davis eszik, nézd, sulcsunk ide eszik, és tévét néz, valami gyerekmesét néz. Ugyan nem zavarom őket, a feleségem is ott van. Amit akartam mondani? Valamit akartam mondani? Ja! Holnap ugye átvegyünk a szüleimhez, azt látjunk, hogy az öcsémhez is valószínű, bár lehet, hogy majd csak jövő héten, majd meglátjuk ugye, hogy mi történik meg, mikor hol történik. Fogok filmezni, ugye mondta nekik, hogy fogok filmezni, lefilmezem a karácsonyt, hogy nálunk hogy telik, bár sok mindent nem csinálunk karácsonykor. Holnap reggel ugye kiviszem egyet a Mazdát, mert ugye nem dolgozok. Én alig várom, ugyanis most már egy hete, két hete, három hete nem vittem sehova, ugye. Az idő nem volt legjobb, filmeztünk,
sok dolgunk volt, úgyhogy én alig várom, hogy kivigyem. Aztán ugye mondtam, hogy átmegyünk a szüleimhez, fogok ott egy kicsit filmezni, de nem olyan túl sokat. Szerintem ugye múltkor valaki mondta, hogy filmezz a szüleidnél is, ugye mikor felmegyünk, hogy azt is filmezzem le. A szüleim nagyon nem szeretik, hogy ott filmezek, azért ott nem szoktam filmezni, de a karácsonyt átlába itt-ott egy kicsit leszoktam filmezni, ha más nem, zenére ugye megszerkeszteni, meg ez mellett ugye készül családi videó, ugye mi nekünk. A családi videó az angolul készül, ugyanis az ugye nekünk készül, meg a gyerekeknek, ugye a Lucasnek, meg a Davisnek, és hiába ugye beszélnek magyarul, legalábbis a Lucas meg a Davis is fog majd valószínű, de annyira ugye nem fogják megérteni, mint az angolt, ezért angolul készülnek. A családi videók mindig angolul készültek. Mióta ugye összejöttem a feleségemmel, és együtt lakunk, azóta a családi videók, legalábbis a mi családi videónk az angolul készül. Régen magyarul készült, ugye, amikor szüleimmel laktam. De zenére mondtam, hogy egy pár dolgot ugye meg fog veletek osztani, lehet, hogy nem lesz olyan túl hosszú, majd meglátjuk. Amúgy, oda néz, múltkor ki akartam ide menni. Tudod, mi van itt, ez az a hajóbál, amit nemrég építettek, és ott ki van írva, hogy még nincsen kész, nem lehet rámenni, nem kötheted ki a hajódat, ugye nem mintha lenne hajunk, de ki akartam menni megnézni, hogy hogy néz ki, vagy horgászni majd egyet, vagy amúgy én nagyon horgászni nem szeretek, egyszer vagy kétszer horgásztam, de nem fogtam semmit a pecovoton kívül, ugye, és nem tudom. Visszajöttem, nézvizoztam, csomagoló papírt, hoppá, ugyanis most nem más fogok csinálni, mint leteszem ide a kamerát, és lecsorolom a Lucasnak, amit még vettünk. Ugye a Lucas kapott több dolgot, például könyvet, meg hasonló dolgokat, elárulhatom el azt már tudja, bár utána gondolkodtam, hogy mivel nézi ezt a videót, hogyha meg is nézi, addigra, amikor ezt megosztom, körülbelül olyankor fogunk itthonról majdnem, hogy elmenni, úgyhogy nem más kapott, mint mutatom, egy kártyát kapott, egy ilyen Steam kártyát kapott, látod, nem akarom megfordítani, mert rajta van a kód, és ugye bárki beírhatja, és tudja, hogy kinézi a videómat, aztán lehet használni a 20 dollárt. Ezzel nincsen kód, legalábbis nagyon remélem, nem láthatok semmit. Ilyet akart, ugyanis van valami játék, amit meg akar venni, nem is egy, hanem kettő, és ilyen 5-6 dollárba kerül ez a játék darabja. Ezt fogom most neki becsomagolni. Ahogy mondtam, az előbb jöttünk haza, akkor hívott, és kérdezte, hogy megvettük-e, vagy nem vettük meg. Mondtam, hogy meglátod holnap. Ugye meglepetés lesz. Amúgy én csomagolni nem tudok. Látod, a papír is úgy vágtam le, hogy ilyen szaggatott, úgyhogy én tudok csomagolni, csak ne a végére mindig úgy néz ki, hogy nagyon nem szép, de amúgy a csomagolópapír szerintem nem sokáig tart, tehát amit megkapod, mindenki fogja, kibontja, eldobja, aztán nem is nézed, hogy jön az becsomagolva, hogy ha csak nem a fa alatt hagyod ugye hetekig vagy napokig, és ott lehet látni, hogy hogy néz ki. Na ugye, én ezt most gyorsan becsomagolom, aztán megyünk játszani a Davis-szel. Becsomagoltam, látod? Ilyen jól sikerült, de azért jobb, mint a semmi. Úgyhogy viszem az ollót, meg a ragasztót, gyorsan visszateszem még miatt a Davis meglátja, és nehogy véletlenül, hogy megvágja magát, vagy valami. Davis még mindig ezt egy közben, én polkodok, látod itt a hanyíró, ami nem tudom, látátok-e vagy nem, de levágtam a hajamat, most ilyen szép rövid. Épp múltkor valaki kommentált, hogy valahogy hosszú a haja, ugye most már ne kéne vágni. Látod, azért levágtam, látod? Én nem szeretem, amikor rálúj a fülemre, meg nagy, meg minden, de ahogy még mindig van hajam, csak egy kicsit kezd kopaszodni, meg fehéredni, de azért még mindig van hajam. Na mit eszel a nyuszi, mi? Még mindig krumplit eszel? Rettentő. Ja, ezt a sültös krumplit. Mit? Hol van? Itt van, te. Kiesett a kezedből, tessék. Ham. Hova? Oda. Oda. Ugyan! Én azt mondom, hogy ezt a mai videót itt most lassan befejezem, ugyanis semmi érdekes nem fog most már csinálni. A Lucas nem sokára hazajön, aztán várjuk a karácsonyt, ugye... Legalábbis a Lucas jobban várja a karácsonyt, mint ugye a Davis. Na várjál! Felállok! Ugye ezt itt most befejezem, és ahogy mondtam, semmi érdekes nem fogunk csinálni, hogy ugye szokásos tévénézés, semmi teljes gondolom. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, és még egyszer mindenkinek kellemes ünnepeket, kellemes karácsonyt szeretnék kívánni. Sziasztok!